Már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, Cseri jobb oldali beadását azonban Grumics a kapu felé fejelte. A Kisvárda uralta a játékot, és a 29. percben góllá érett a mezőny fölény. Talabér szép csellel ment el a jobb oldalon, beadását ugyan kivágta egy védő, de az érkező Gosztonyi a 16-os vonaláról kapásból a kapu bal oldalába lőtte a labdát. A második fél időben megváltozott a játékképe, a hazaiak őrizték előnyüket, de így is akadtak lehetőségek a Kisvárda előtt, míg a Vác csak helyzetekig jutott, így Révész Attila együttese 1-0-as győzelmével újabb 3 pontot szerzett. Az első fél időben eldönthettük volna a mérkőzést, jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, sikerült is gólt szereznünk, sajnos nem tudtuk megfejelni. Ezzel szemben a másodikban visszább vettünk a tempóból, kényszerű csere miatt egy picit át is kellett alakítanunk a taktikánkat. Ebben a részben inkább a kontrára próbáltunk meg a játékunk súlyát kivinni, de nem tudtuk a lehetőségeinket tökéletesen végigvinni. A Váciak edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapatával, amely 14 nap alatt a 6. meccsét játszotta. Kicsit bátortalanul kezdtük el a mérkőzést, ez biztos, hogy közre játszik az, hogy több helyen kellett változtatni, ugye, mert nagyon sokan sérültünk, eltiltott betegünk, ugye 7 játékos nem áll a rendelkezésemre, jelen pillanatban is ide 14-en érkeztünk. Úgy gondolom, hogy a szünetben sikerült rendezni a fejeket, megvoltak. Egy kicsit, én úgy is érzem, hogy átvettük az irányítást, tehát bátrabban játszottunk, elég jól csináltunk dolgokat, utolsó passzoknál sokat hibáztunk, ez benne van, de felmertük vállalni a játékot, és büszke vagyok rájuk. A kisvárdai mezben első gólját szerző Gosztonyi András szerint meg kellett dolgozniuk a 3 pontért. Már az előző fordulóban is a Csákvár ellen közel álltam, az a sajnos ott kapufát fejeltem. Most meg ugye már sikerült végre betalálnom, ugye ez volt a 3. meccsem kezdőként. Azt gondolom, hogy tényleg ez egy könnyebb beilleszkedést, hogy mondjam, hogy segít a csapatba, amivel szerintem azt gondolom, hogy eddig nem volt gond, de tényleg a játékos lelkének ez ott tesz, tehát örülök neki. Tehát ez a csapatnak a gólja volt, én úgy gondolom, hogy ez egy 0-ra lehozni egy mérkőzést, ez mindig nagy szó. Örülök, hogy az én gólommal, de a srácok is nagyon sokat küzdöttek ezért a győzelemért. A forduló további eredményei a következők: Budaörs Nyíregyháza Spartakusz 1-0, Soroksár Siófok 6-1, Cegléd Grosics Akadémia 0-2, Békés Csaba Cigánd 1-0, Puskás Akadémia Zalaegerszeg 2-2, Sopron Csákvár 2-2, Szolnok Mosonmagyaróvár 0-4, Balmazújváros Dorog 2-1 és Kozár Michelin Szeged 1-0. A tabella élén a 22 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a 21 pontos Kisvárdát és a 20 pontos Nyíregyházát. A Kisvárda a következő fordulóban Zalaegerszegen lép pályára.